Békés Csabai Balkán Táncegyüttes tartott táncházat a Szegedi Nemzetiségek Házában. Az 1990-ben létrejött táncegyüttes célja a táncházakban megismert és megkedvelt néptáncok színpadi bemutatása, táncházakban való tanítása. Vezetőjük, Majtényi Dániel igyekszik minden táncházat felejthetetlenné tenni, amihez nagyban hozzájárul a folkpak zenekar által játszott népzene. A balkán tánckultúra az alapvetően egy ősibb táncrétegek vannak jelen, mondjuk, mint a magyar. Magyarországon is vannak ilyenek, de ritkábbak. Ez az ősi táncréteg a körtáncok. Alapvetően a körtáncok jellemzik a balkán táncokat, ez azt jelenti, hogy az emberek összekapaszkodva táncolnak, kézfogással, válfogással, egymás övébe kapaszkodva táncolnak. A lépések egyszerűek, repetitívek, gyakran ismétlődnek, és azon belül a táncfázosain belül vannak különböző variációs lehetőségek. Ezek a mondjuk körtánc, inkább azt mondanám, hogy lánctánc, mert nem feltétlenül körbe táncolják, hanem sorba, különböző csigákba, formákba táncolják ezeket a táncokat. Ez is része tulajdonképpen a szórakozásnak. Bulgária egy gyűjtőhelye a különböző etnikumoknak és táncfolklorisztikai sajátosságoknak. Az északi területeken például a táncaikra jellemzőek olyan mozdulatok, meg a viseleteikre, mintha román táncokról mint a román táncokra. A nyugati, bulgáriai területeken, Szofia és környéke, sok hasonlóság figyelhető meg a szerb táncokkal. Mi azért választottuk ezt, mert ugye a táncegyüttes színpadi koreográfiákat csinál, és nekünk, vagy hát én, mint az együttes vezetője, személy szerint nekem, az a mód tetszik, ahogy a bolgár koreográfusok megközelítik a saját tánckultúrájukat a színpadon. Amikor balkán táncházak vannak, akkor általában bolgárokat tartják a legnehezebb táncoknak, de én azt gondolom, hogy ezek a táncok, ahogy én szoktam tanítani táncházakban, lebonthatók nagyon egyszerű kétlépéses dolgokra, és aztán természetesen a tánctudástól, a tehetségtől függően ezt be lehet bonyolítani, díszíteni, stb. Tehát nem könnyű beállni, de szerintem a kollektív jellege viszont elveszi azt, hogy most húzódozunk, hogy úristen, most én béna vagyok, fogom-e tudni, vagy nem fogom tudni, be kell állni, aztán visszakör. Majtényi Dániel 7 éves korában csöppent a néptáncok világába. Kezdetben a magyar népi táncokat űzte, Erdélybe jártak kitanulni az akkori társulatával. Egyetemi évei alatt viszont a Szegedre elkerült fiatal táncos nem tudta megoldani a rendszeres Békés Csabai próbákat. Ekkor ismerkedett meg az éppen megalakuló balkántánc együttessel. Alapvetően először a zenei világa fogott meg, ez a keleties hangzás világa, furcsa páratlan ritmusok, ezek nagyon tetszettek. A tánc az nekem olyan, a magyar néptánc után nem tűntött bonyolultnak, de aztán később ezt is megszerettem, és akkor így kerültem én be, idestóva már, most már 25 éve vezetem ezt az együttest, a Békés Csabai Balkán Táncegyüttest. És akkor a magyar népzenét, néptáncot is szeretem, de most már ez vált a fő profillá, és ebben érzem otthon magam. A táncegyüttes aktívan részt vesz leginkább Békés, de a környező megyék kulturális életében. Számos nagy rendezvényen, fesztiválon és jótékonysági műsorokon mutatták már be táncaikat. Bár az együttes létszáma állandósult, azért nem zárkóznak el semmitől. Utánpótlás csoportot nem működtetünk, de abszolút nem zárkózunk el attól, hogy bárki csatlakozza, meg igyekszünk is megtanítani neki a táncokat, hogyha az együttes közelébe kerül. Aztán, hogyha tud integrálódni a társaságba, akkor örülünk. Nyilván ehhez kell egy ilyen elkötelezettség a tánc iránt, mert ugye hát egy ilyen hosszú idő óta kialakult társaság már úgy néha azt mondják, hogy zár, de én azt gondolom, hogy elég befogadó a közösségünk, csak akarat kérdése.
Az élő zene és a tánclépések mindenkit magával ragadtak az este folyamán. Szinte minden ember beállt legalább egyszer a körbe, és a tánc közben feledésbe merültek a hétköznapi problémák. A Békés Csabai Balkán Tánc Együttes örült a szép számban megjelent érdeklődőknek, és továbbra is várják sok szeretettel a kikapcsolódni vágyókat.